Tisztelt dr. Áder János köztársasági elnök úr, tisztelt Orbán Viktor miniszterelnök doktor úr a Facebookon is, tisztelt ház, tisztelt közös képviselő úr, tisztelt operatív törzs, tisztelt Cecília asszony, nem az instás, hanem a kaspós doktornő, Soros György, mert tudom, hogy mindenhol ott van, kedves dr. Szájer József kaszkadőr úr, tisztelt sokat emlegetett kerékpársávos karácsony úr, Kedves hihetetlen teherbírású, egész Kambodzsát lefertőző, de a jachton is dolgozó Szijártó Péter úr, kedves elvált, de férfi szemmel is gusztusos, mindannyiunk megtakarítását kezelő, mészáros és mészáros úr, tisztelt bíróság! Magyarország állampolgáraként szeretném megköszönni önöknek ezt a 2020-as évet. Önök nélkül ez nem jöhetett volna létre. Jó volt látni, hogy a legnagyobb bajban is felkészülten és határozottan irányították helyettem az életemet. Itt voltam nyakig a szarban, de önök a vállamra álltak, hogy lássák, merre kell menni. Amikor nem volt munkám és dühöngött a járvány, megtudhattam, hogy kell szellőztetni. Köszönöm Müller Cecilia doktornőnek, hogy most már hipóval mosom a tojást. Köszönöm, hogy annak ellenére, hogy latinus temperamentumom van, megkedveltem a nordic walkingot. Köszönöm az eres csatornázást, a jaktozós videókat. Hogy ilyen nehéz helyzetben is megnevettettek, és vállalták helyettem az utazás kockázatát, időt és pénzemet nem kimélve. Hogy egészségükkel játszva kihajóztak az Adriára, még ha magánemberként is. Csak azért ültek helikopterre, hogy jól láthatóan fogjon a közpénz, ne raktárakban rohadjon, mint a lélegeztetőgépek. Köszönöm a bevásárlási sávot, így végre lett hivatkozási alapom, miért nem én megyek le reggel a boltba, hanem anyám. Köszönöm, hogy a karantén idején támogattak. A családom állandóan piszkál, hogy mozogjak, ne üljek otthon. Köszönöm, hogy három hónapig nekem lehetett igazam. Köszönöm, hogy éjjel ingyenes a parkolás az álléban, végre biztonságban érzem a kocsit, és jó esik az egy órás séta is oda-vissza kutyásként köszönöm, hogy a város új szegleteit fedezhetem fel sötétben, bár napi négyszer kell etetnem, hogy este nyolc után is szarjon, de ezt köszönöm a kutya nevében is. Köszönöm a futárnak, aki nem hozza fel a harmadikra, még a telefonvédő fóliát sem. Köszönöm a postásnak, aki annyira érintésmentes, hogy ötből ötször nem hozta fel az ajánlott levelet, amikor otthon voltam, viszont végre elhagyhattam a lakást a posta irányában. Köszönöm a romló közállapotoknak, hogy a Pesti utcák gyermekeként végre a Rózsadombon is otthon érzem magam. Köszönöm Hajdú Péternek, Lagzilajcsinak és Rekop Györgynek, hogy megcáfolták az előítéleteket. Egyben gratulálok is, hogy Lagzilajcsinak nem Sopronkő hidán kell eltöltenie másfél évet összezárva Hajdú Péterrel. Köszönöm a Ferencvárosnak, hogy felkarolta a bajnokok ligáját, és köszönöm a járványnak, hogy kihagyhattam, amikor Pesten játszott a barsza. Köszönöm, hogy tisztázódott apa férfi, anya nő. Ha otthon vita lenne ki a főnök, most már mindig ott lesz a magyar közlöny. Házas emberként pedig köszönöm, hogy nem Brüsszelben kell egyszerre magyarnak és melegnek lennem. Köszönöm, hogy ebben az országban élhetek. Engem sokan küldtek már el durva helyekre, most végre úgy érzem, el se kell mennem. Köszönöm. Boldog új évet!